Tisztelettel köszöntöm a jelenlévő vendégeinket, és természetesen képviselőtestületünket. Ezen a mai utánon Sümeg Város Önkormányzata képviselőtestületének alakuló ülésén. Tisztelt képviselőtestület! Magyarország köztársasági elnöke, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12. napjára tűzte ki. Ezt követően a helyi választási bizottság 5 fő polgármesterjelöltet, 35 fő képviselőjelöltet és 4 fő nemzetiségű képviselőjelöltet vett nyilvántartásba. Szeretném tájékoztatni a megjelenteket, hogy a Magyarország helyi önkormányzataiból szóló 2011 évi 189-es törvény 28. paragrafus második bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő a képviselőtestület alakuló ülésén a képviselőtestület előtt esküt tesz és erről okmányt ír alá. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Települési önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat. Sümeg fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segélyen. Polgármester megválasztását követően a képviselőtestület ülésén testület előtt esküt tesz. Én Vég László. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségeimből eredő feladataimat. Sümeg fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segélyen. Sümeg Város Önkormányzata képviselő testülete ezennel kimondja megalakulását. Kérem, erről szavazni. Köszönöm, megállapodtunk. Úgyhogy egyhangúan megszavaztuk. Sümeg már 1990 óta szenved attól, hogy nagyon kevés a munkahely, nagyon kevés az ipari üzem, és ezt természetesen mondom azért is, mert az első sorban köszönhetem jó néhány polgármester társamat, a környező kis települések polgármestereit. Természetesen Sümegnek kell lenni egy olyan szerepének is, hogy valóban járási központ szerepet betöltse, olyan értelemben is, hogy a járásból ide tudjanak jönni, dolgozni az emberek, találjanak munkát, tehát nem csak a sümegiek, és természetesen szórakozni is adott esetben. Ehhez bizony nagyon sok tennivaló vártam. A munka már elkezdődött, egyébként örömmel jelenthetem be, hogy már történtek is lépések a tulajdonképpen most felálló testület részéről abban az irányban, hogy itt néhány éven belül olyan cégek települnek meg, amelyek nagyon sok, tehát a helyi viszonyhoz képest viszonylag nagy számú munkahelyet teremtenek, és nagyon remélem, hogy 5 év múlva, amikor megpróbáljuk majd összegezni az addig elvégzett munkát, örömmel fogjuk tudni megállapítani, hogy gyakorlatilag csak az nem dolgozik Sümegen,
aki nem szeretne. Nyilván nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni arra is, hogy a humán szféra megmaradjon, vagy lehetőség szerint fejlődjön. Természetesen ez az önkormányzat sem fogja elengedni senkinek a kezét. Töködni fogunk a rászorulókkal, szociálisan érzékeny ez a testület, politikai hovatartozástól függetlenül, ezt kimerem jelenteni. És nagyon bízom abban, hogy nem lesz szükség néhány év múlva arra, hogy nagy tömegeknek kelljen segélyt osztani, hanem meg tud élni mindenki ebben a városban a becsületes munkájából, de aki esetleg valamilyen körülmény miatt nem, természetesen ővelük is törődni fogunk. A hatodik napirendi pont az ügyrendi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása. Süvegváros önkormányzata szervezeti és működési szabályzata értelmében az ügyrendi bizottság látja el többek között a képviselőtestület titkos szavazásának lebonyolításával kapcsolatos teendőket. Figyelemmel arra, hogy az alpolgármestert törvényi rendelkezésnek megfelelően a képviselőtestület titkos szavazással választja meg, javaslom, hogy a képviselőtestület válassza meg most az ügyrendi bizottság elnökét és tagjait és a bizottság tagjait. Elnöknek javaslom dr. Rédei Zsolt képviselőnket, a tagjainak pedig ifjabb Papp Imre és Kovács András képviselőt. Hetedik napirendi pont, alpolgármester megválasztása. A törvényben biztosított jogommal élve javaslom Kovács László urat válassza meg a testület alpolgármesterét. Megkérdezem Kovács László képviselő urat, elfogadja a jelölést. Köszönöm szépen a jelölést, a körülmény és személyes segítségét. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy Sümegváros önkormányzata képviselő testülete 9 igen és 0 nem szavazattal minősített többsége Kovács László Sümeg település alpolgármesterévé megválasztotta. Gratulálok képviselő. Tisztelt képviselőtestület! A polgármesteri illetmény számításának módját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 189-es törvény a továbbiakban önkormányzati törvény szabályozza. Az önkormányzati törvény 71. paragrafus a 4. bekezdése alapján a polgármester illetménye a 2. bekezdésben meghatározott összeg 60%-a az 1501 és 10.000 fő lakosság számú település polgármestere esetében. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi 199-es törvény 224. paragrafus 1-es bekezdése alapján a helyettes államtitkár alapilletménye az illetmény alap 9-szerese. Az illetmény alap az állami költségvetésről szóló törvény alapján 2014 évben 38.650 forint, melynek 9-szerese 347.850 forint. Illetmény kiegészítése az alapilletmény 50%-a, mely 173.925 forint. Vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a 226.103 forint, helyettes államtitkár illetménye fentiek alapján kerekítve 747.900 forint per hó. Az önkormányzati törvény 71. paragrafusa 4. bekezdése C pontja alapján az 1501 10.000 fő lakosság számú település polgármester esetében a helyettes államtitkár illetményének 60%-a a polgármester díjazása, mely kerekítve 448.700 forint per hó. Az önkormányzati törvény 71. paragrafus a 6. bekezdése alapján a főállási polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott költségkérítéssel jogosult. A polgármester illetményével kapcsolatos törvényi előírások figyelembevételével javaslom a tisztelt képviselőtestületnek, hogy határozatában rögzítse, hogy Rév László polgármester illetménye 2014. október 12-e napjától összegszerűen bruttó 448.700 forint per hó. Költségkérítésének mértéke 448.700 forint per hó összegű illetményének alapbevételével 67.305 forint per hó.
határozati javaslat. Sümeg város önkormányzatának képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 189-es törvény 71. paragrafus alapján rögzíti, hogy 2014. október 12-től megválasztásának napjától Dég László polgármester 448.700 forint per hó összegű illetményre jósol. Költségkiépítésének mértéke 448.700 forint per hó illetménye alapulvételével 67.305 forint per hó. Ahogy már az SMS módosításnál jeleztem, ez a képviselő testület, illetve a tagjai elhatározták, hogy nem kívánnak tiszteletdíjat felvenni képviselői munkájukért. A polgármester úr is nyilatkozott erről írásban. Ezt most fel is olvasnám. Nyilatkozott Arunikot Kovács László. Nyilatkozom, hogy 2014. október 22-én megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármesterként meghatározott illetményemből és költségtérítésemből megbízatásom ideje alatt lemondok a Vákos takarékos gazdálkodása érdekében. Kovács László. A bizottságok elnökeinek, tagjainak megválasztása. A törvényi rendelkezésekre, valamint az SMS hatályos rendelkezésekre figyelemre a képviselőtestület ügyrendi bizottságot, a gazdasági bizottságot, egészségügyi és szociális bizottságot, valamint oktatási és kulturális bizottságot választ. Tekintettel arra, hogy az ügyrendi bizottság megválasztása már megtörtént, így a további három bizottság megválasztásából kell most döntenünk. A gazdasági bizottság elnökének dr. Hédei Zsolt képviselőt javaslom, tagjainak ifjabb Papp Imre képviselőurat, Kovács András képviselőurat és idősebb Papp Imre képviselőurat. Külsős tagoknak pedig idősebb Tóth Tamás urat, Remete József urat és Eglik Márk urat. Következő az egészségügyi és szociális bizottság megválasztása. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 9-10 igen szavazattal a bizottságot megválasztottunk. Elnöke, gyűlési díja képviselőasszony, Német Zoltán Sándor képviselő úr, illetve Messzényi Dezső Márk úr. Az oktatási és kulturális bizottság elnökének jelölöm Németh Zoltán Sándor képviselőt. Megállapítom, hogy az Oktatási Bizottságot, tehát Németh Zoltán Sándor képviselőt és elnök, Farkas Béla István képviselő úr és idősebb Farkas László nem képviselő.